összegyűjtött esszékötetről van szó, és a cím ebben az esetben egy ellentmondás, ugye, vagy ellentét, az erő, az ellentmondani látszik a gyöngétségnek. Itt viszont nem erő vagy gyöngétség, erő kontra gyöngétségről beszélünk, hanem erő és gyöngétség. Azt gondolom, hogy ez a kettősség, ez egyrészt fölkeltheti az olvasó érdeklődését, másrészt pedig kifejezheti azt a fajta tematikát, amit az összes szöveg megpróbál megjeleníteni. 60. életévemhez közeledvén ugye számot kell vetni a lényeggel, ismét csak ezt mondom, és olyan festőkkel foglalkozom ebben a kötetben, akiket nagyon erősnek gondolok, ilyen mondjuk Caravaggio, ilyen Vermeer, vagy ilyen Rembrandt. Ők azok, akik megjelennek, egy modern festő is bekerült a szórásba, Van Gogh, azt hiszem, hogy érthető okokból. Ezek a festők mindnyájan tulajdonképp egy érzékenységet jelenítenek meg, és ez az érzékenység az a festészeten keresztül hogyan jutunk el végső soron az emberi életen túl mutató témákig, jelesül Istenig. Tehát ezek az eszék nem kevesebbet céloznak, mint hogy eljussunk a legapróbb természeti jelenségektől, a legapróbb történeti tényektől, mondjuk egy női hálószobának az álmodozó magányától, eljussunk addig a pillanatig, amikor a tékozló fiú hazatér, és ebben ráismer az atyára, vagy másfelől ráismerjünk az irgalmas szamaritánus cselekedetén keresztül az embernek arra a képességére, hogy szeretni tud akár egy idegen embert is. A városokkal kapcsolatos esszeimnek azt a fellengzős címet adtam, hogy városfilozófia, és ez egy új szó magyarul, nem nagyon létezik ez a fogalom még magyarul. Angolból vettem át, talán egy kicsit túlságosan bátran is, de azt hiszem, hogy megvédhető a választás, és pont Roger Scruton alakján keresztül ez a nemrég meghalt angol analitikus filozófus ugyanis, aki alapvetően az esztétikával foglalkozott, ugyanúgy, ahogy én is a Katolikus Egyetemen, és egyébként személyesen is volt módom ismerni, együtt előadni vele, sőt egymásra is reagáltunk Varsóban egy előadás sorozaton. A dolog lényege, hogy Scruton volt az, aki annak ellenére, hogy filozófus volt, olyan bátran és merészen beszélt a városról, mint tárgyegyüttesről, és a városról, mint közösségről, ami hát lehetővé tette azt, hogy a város filozófia egy önálló filozófiai disziplinaként határozódjék meg. És ma már van egy város filozófiai egyesület, közösség, nemzetközi, és ennek a gyakorlatát próbálom Magyarországon meghonosítani. Scruton kapcsán beszélek arról, hogy az antik város és a reneszánsz város milyen esztétikai alapelvek alapján áll. Legfontosabb ezek közül az, amit Pogány Frigyes úgy nevezett, hogy az ember léptékéhez alakított városokról beszélünk. Nem a modern metropolis, hanem az a város, amelyben még kiki arcról ismeri a másikat. Az emberi kapcsolatok szempontjából az, hogy ismerem a másikat, hogy tudom olvasni az arcát, hogy a beszélgetéseinket nem interneten keresztül, hanem személyesen bonyolítjuk. Ezeknek van döntő jelentősége. Scruton az antik és a reneszánsz városból kiindulva próbál egy tulajdonképp posztmodern léthelyzetben egy új városi közösséget teremteni. Van egy mintaváros is, amely Poundbury nevezetű város, amely tulajdonképpen egy városrész Angliában, amelyet a mostani angol király, akkor még angol herceg, Károly herceggel közösen indított el, és épített egy Trier nevű építész, és Scruton ezt a projektet szorosan követte, mert azt gondolta, hogy itt egy olyan
kísérletről van szó, ami ezt az antik örökséget, ezt a reneszánsz örökséget próbálja meg a 21. századba átültetni. És ugyanebben a város filozófiai részben van még írók város élménye, Brodsky Velencéről, aztán Vilniusról beszélnek, a lengyel és az orosz irodalom meghatározó alakjai, és Minszkről is szó esik, mivel hogy ez a terület tulajdonképpen az Intermáriumnak a területe, ez számomra azért fontos, mert a Közép-Európának egy olyan elfelejtett tartományát ismerhetjük meg rajtuk keresztül, amelyiket mi magunk sem, közép-európaiként sem ismerünk. Az ember, amikor eszét ír, akkor az olvasóval egy olyan közvetlen viszonyt próbál létrehozni, amit nyugodtan mondhatjuk írásos beszélgetésnek. Két ilyen beszélgetés, eszé olvasható ebben a kötetben. Az egyik a reneszánszról, ugye szó esett már róla, és megint csak próbálom az összekötő szálakat megmutatni a köteten belül. Reneszánsz festők, reneszánsz város és a reneszánszról értekező művészettörténész, filozófus, illetőleg irodalmár. A másik szöveg az pedig az esztétika és a politika viszonyát taglalja. Ugye a manapság, amikor kulturális háborúról beszélünk, nem kell annak a jelentőségére fölhívni a figyelmet, hogy milyen fontos kapcsolatban van a kultúra és a politika. Csak általában ennek a rosszabbik oldalát szoktuk megtapasztalni, amikor politikai eszközökkel kezdenek a kultúráról beszélni, és ez általában rossz véget szokott érni. A politikának ilyen értelemben önkontrollt kell gyakorolni a kultúra templomába belépve. Viszont a kultúrát nem érthetjük meg, hogyha nem értjük azt, hogy a kultúra végső soron közösségteremtő erő, és mint ilyen lényegében politikai jelentőséggel bír. Hogyha emberi közösségeket akarunk feltételezni, akkor arra van szükség, hogy olyanok legyenek ezek a közösségek, amelyekben a kultúrának kiemelt jelentősége van. Ugye, hogyha a reneszánsz Firenzére gondolunk, a reneszánsz Velencére gondolunk, ezekben a városokban a kultúra meghatározó, domináns szerepet játszott, és a mai világban pedig úgy tűnik, mintha zárójeleznénk, mintha elfelejtenénk ennek a jelentőségét. Azért gondolom, hogy ennek a beszélgetésnek, amelyben Radnóti Sándorral, Simon Attilával és Balázs Zoltánnal beszélgetünk erről a témáról, aktualitása van. A kultúrának alapvetően két megrendelője van a polgári kultúra megjelenéséig. Az egyik az egyházi hatalom, a másik a világi hatalom. Mint ahogy egyébként a városban is ez a két a hatalmi centrum volt, ugye, hogyha egy főtérre belépünk, ott a templomot látjuk, meg a városházát. És ez a kettősség, ez meghatározó volt, ha tetszik, ugye bizonyos értelemben Atén, Róma és Jeruzsálem viszonyrendszerére is ez jellemző. És ilyen értelemben a polgári kultúrában is fontos nekünk azt megérteni, hogy ez nem pusztán ízlés kérdések, hogy mondjam, relatív rendje, hanem van egy olyan metafizikai rendje a kultúrának, és az ember életét oly módon rendezi el, amely valóban a valláshoz és a politikához is hozzá kapcsolódik. És ebben az értelemben a kultúra visszaállítható ebbe a természetes rendbe, a politikával és a vallással való összefüggés rendjében.